Megtartotta a 2022-es év első ülését a tavaly megalakult Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amelyen nagy létszámban vettek részt az érdekeltek. Ezúttal három napirendi pontban kellett döntést hoznia a fórum résztvevőinek. Nagy örömömre szolgált azt, hogy ismét nagyon nagy létszámban vettek részt ezen a második Dombóvári Kábítószer Egyeztető Fórumon az érdekeltek. Három nagyon fontos napirendi pontban jutottunk döntésre. Egyrészt megismerhettük a rendőrség részéről előadott adatokat, hogy Dombóváron milyen mértékben van jelen ez a kábítószerfogyasztás a büntetőeljárások terén. Másrészt a múlt ülésen elfogadott munkatervben meghatározott tevékenységeket sikerült végrehajtanunk, így azokat is elfogadtuk. Ennek keretében már nem csak a múltra, hanem a jövőre nézve is meghatároztuk, és ez már a harmadik napirendi pontunk volt, hogy milyen jövőbeli intézkedéset teszünk. Legfontosabbnak tartom azt, hogy február végére egy szülői értekezlet kerül összehívásra, amelyben a szülők kapnak tájékoztatást arról, hogy hogyan ismerjék és hogyan kezeljék azt a helyzetet, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy a gyermekük ezzel a drogfogyasztással érintett lehet. Az elfogadott 2022-es munkaterv értelmében meghatározásra kerültek azok az intézkedések, amelyekkel a fiatalokban kialakulhat egy olyan egészséges életszemlélet, melynek hatására képessé válnak visszautasítani a drogokat. Számos olyan programmal készülnek az idei évben, ami a kábítószer használat veszélyeire és következményeire is felhívja figyelmet. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját mind a dombóvári intézmények, mind a környező települések fontosnak tartják, és ötleteikkel támogatják a drogprevenciós munkát. Kortárs segítőket reményeink szerint be tudjuk mutatni, akik majd a társaiknak ismertetik a drogfogyasztással, annak hátrányaival kapcsolatos gondolataikat. Reméljük, hogy ez is megelőzi majd ezt a drogfogyasztási tendenciának a növekedését Dombóváron. Ezen túlmenően pedig június 26-án kerül sor a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezvénysorozat tartására, amelynek programra még kidolgozás alatt áll, de reményeink szerint sor kerülhet olyan előadások megtartására, amik segítik majd a prevenciót, valamint szimulátor alkalmazására, amivel meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen, aki esetleg drog hatása alatt vezet, illetve hát egyéb ötleteket még majd ezek kidolgozás alatt vannak, hogy milyen programok lesznek. A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai statisztikai adatokat osztottak meg a jelenlévőkkel. Mint az a rendőrségi beszámoló elhangzott, ezek a számok nem a drogfogyasztással kapcsolatos bűncselekmények látenciája tekintettel arra, hogy csomó újfajta drog jelenik meg, sajnos nem teljesen tükrözi a valóságot. A rendőrség is úgy gondolja, de szerintem mindenki más úgy érzékel, hogy ennél nagyobb számok vannak a valóságban. Ettől függetlenül a rendőrség azért mindent megtesz, amit tud ezeknek a felderítésére, és ezekben elég sikeres is. Tehát ami számokat ismertünk, abban azért ezek az eljárások mind úgy végződtek, hogy feltárták azokat az elkövetőket, vagy érintetteket, akik ebben szerepeltek, illetve több esetben került sor arra, hogy eltereljék őket, tehát hogy a drogfogyasztásról őket másik irányba tereljék, ez nagyon jó, de azt gondolom sajnos, hogy ennek a bűncselekmények nagyobb az elterjedése, mint amennyi a hatóság látékörébe kerül. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum soron következő ülésére majd április 2. felében kerül sor.